gyermekanimációval is készülünk. A legkisebbek lufinyuszit hajtogathatnak, és megismerkedhetnek Szárdán kabala állatával is. Mint a kereskedelmi vendéglátóhelyek mindegyike, a Hajdú Szoboszlói Szálloda is alaposan felkészült a négynapos hétvégére. Napokkal, hetekkel korábban kitehette volna a hotel a megtelt táblát. Tekintettel arra, hogy a húsvétot a tavaszi szünet követi, így az átlag tartózkodási idő is meghosszabbodott. Az érkező vendégek többsége belföldi, de a környező országokból is vettek foglalásokat a szállodában. Az éttermi kínálat is igazodik az ünnephez. Többféle házi sonkából, tormából választhatnak a vendégek. A napi kínálaton fölül vacsoránál adunk pluszba bárányhúsos ételeket, ami például lesz egy bárányhúsos tüzes bárányúrásleves, akkor egy bárányhúsleves fűszeres sáfrányos daragaruskával, illetve kurkumás bárányragú, úgyhogy többféle bárányhúsból választhatnak a vendégek. Hajdúszoboszló legnagyobb vonzereje a termálvíz. Igazából mi visszajáró vendégek vagyunk, Hajdúszoboszló így a második otthonunk. Úgyhogy szeretünk idejönni, általában ebbe a szállodába szállunk meg, és nagyon meg vagyunk elégedve. A húsvéti volt az első olyan hétvége idén, amikor késő tavaszi, kora nyári volt az idő. Így már a napozó ágyakat is bevetették a fürdőben. Ugye az unokák már megnőttek, már nincs socsolkodás, és akkor jöttünk pihenni, egy kicsit felüdülni, az ízületeinket egy kicsit javítgatni, fürödni. És már ez a harmadik év, hogy itt vagyunk, úgyhogy pihengetünk egy kicsit. A fürdő is külön húsvéti programokkal készült, még egy néptánc együttes is fellépett a medencék körül. Húsvéti hosszú hétvégén a fürdőszolgáltatásokon kívül gyerekprogramokkal, családi animációkkal, szaunaszeánszokkal és néptáncos fellépőkkel várjuk kedves vendégeinket. Nem csak a fedett fürdőegységeinkkel készülünk, hanem szabadtéri gyógyvizes medencékkel, sőt napozóágyakkal is várjuk a vendégeket. Az ünnepi hétvége belesimult az iskolai tavaszi szünetbe, így egyáltalán nem volt ritka a 4-5 vagy még több éjszakára szóló szállásfoglalás.